A megyebeli futballcsapatok egy része a pihenőt követően már elkezdte a felkészülést, a megyei igazgatóságon azonban nem volt holtszezon. A nevezési időszak június végén zárult, az elmúlt héten pedig az esetleges hiányokat pótolhatták a csapatok. A három osztályban végül 133 együttes vág majd neki a 2016-2017-es szezonnak. A legnagyobb érdeklődés a megyei első osztály mezőnyének alakulását kísérte. Mivel az Ibrány alul maradt a Kaposvár elleni osztályozón, az elmúlt szezon bajnoka maradt a megye egyben. Most már azt is lehet tudni, hogy a feljutó Balkány és Vásárosnamény mellett még kikerült fel, illetve kimenekült meg. Tiszalök, mivel szezon közben visszalépett, maximum megye harmadosztályba indulhat, a Tiszalök VS végül ott is fog indulni, tehát a legalacsonyabb osztályunkba. Emellett pedig még ugye volt két kieső papíron a Kemecse és a Gyulaháza csapata. Mivel a három megye kettes bajnok közül az egyik bajnok nem vállalta, így a versenyszabályzat értelmében feltöltési sorrendben a legjobb fel nem jutó csapatot kellett felkérnünk a megyei másodosztály három második helyezettje közül. Ez a csapat nem volt más, mint a Rakamazi Spartacus ese. Ők értelemszerűen vállalták, tehát a Rakamazi is tagja lesz a megyei első osztálynak. És mivel a Tiszakanyárban volt egy kis változás, a vezetőség végül úgy gondolta, hogy nem a megyei első osztályt szeretnék és úgymond idegen légiós játékosokkal, hanem az az igény Tiszakanyáron, hogy helyi gyerekek játszanak, viszont akkor így inkább visszább minősítik önmagukat, és nem a megyei első, hanem a megyei másodosztályba adták le a nevezésüket, így még egy hely felszabadult, és ugye a legjobb kieső a sorrendben, akit fel kell kérni, a legjobb kieső pedig a Gyulaháza KS-e volt, így a Gyulaháza csapata is bennmaradt a megyei első osztályba. Az átigazolási időszak július elején kezdődött és augusztus végéig tart. A felnőttek kétféleképpen cserélhetnek csapatot, míg a fiataloknál bevezették a nevelési költségtérítést. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy július hónapban a felnőttek úgymond szabadon igazolhatnak, július 31-ig. Ez azt jelenti, hogy nem kell az átadó klubnak beleegyeznie az átigazolásba, viszont a felnőtt játékosnak nyilatkoznia kell, hogy X csapatot én itt hagyom. Erre van ugye egy ilyen forma nyilatkozat, ahol értesíteni kell legalább írásban az adott klubot, hogy én nem szeretnék nála tovább futballozni. Augusztusban viszont már csak úgy tudnak igazolni a felnőtt játékosok, hogyha az átigazolási papírt az átadó klub, tehát az a klub, ahol ő játszott, az is aláírja, ellenkező esetben nem. Ami az utánpótlás átigazolást illeti, ott van egy nagyon fontos változás most a nyilvántartási igazolási és átigazolási szabályzatban. Idén ugyanis bevezették, hogy 19 év alatti átigazolásnál minden esetben fizetni kell. A megyei első osztályban és a három másodosztályú csoportban az augusztus 13-14-i hétvégén rajtol a szezon. A harmadosztályú csoportok beosztása még folyamatban van, ott később indul útjára a labda.